Üdvözlök mindenkit, ez itt a Cards a mai videóban pedig Panini FIFA 365 özni fogunk, méghozzá egy fém focit, nagyon nem focit, csak simán gömböt fogunk megnézni, hiszen nem teljesen szabályosan gömb alakú, mert el lehet forgatni a dobozba, eszméletlen jó a dizájn, ilyen körbe stadion dizájn, az alja pedig talpas úgymond, tehát tényleg le lehet rakni, akár a polc meg a gyűjtemény dísze is lehet nálam, tuti az lesz, Elképesztően vagány jól néz ki. Itt is belátunk oldalt, ott is vannak infók, de mindjárt megnézzük, ne a dobozon kívül nézzük. Itt a felirat a lényeg, hat kártyacsomag, az nem rossz. Három limitáltal gömb alakú fém doboz, úgyhogy egészen jónak néz ki, magyar limitáltat. Én remélem, hogy lesz benne. 3500 forint, úgyhogy egészen baráti az ára, már lassan mindenhol kapható újságosnál hipermarketekben. Úgyhogy itt az idő, hogy bontsuk ki, nézzük meg. Nem tudom, hogy mennyire bonyult, van-e esély úgy kibontani, hogy nem szakítjuk szét teljesen. Aha, van, hiszen csak itt egy ragasztópöty. Tehát akik tetszik ez a doboz, az meg tudja oldani, hogy nem barbárkodja szét az egészet. Azaz, meg is van. És ezekkel a fülekkel vissza lehet majd szépen tenni. Na nézzük, mi a helyzet? Itt van egy kis tendje, tök jó megoldották. Zárjuk is ezt vissza. Oké, okay. korrekt. Ez jó lesz itt. És akkor nézzük a gömböt. Igazából angol felirat van rajta, de kinézetre elképesztően jó. Ú, uh, és ott vannak a csomagok, ott a limited, de jó hangja volt ennek. Na nézzük akkor, mi a helyzet errefelé. Ott a messzi már az elején, á, elképesztően királyul néz ki. Ezt megpróbálom kivenni, hiszen majd én nem ezzel akarom használni. De majd azt úgyis is meglátjátok. Ó, oda van ragasztva, de nem baj, ezt húzzuk, csavarjuk, leszedjük. Ülül, nem sikerül ez. Na mindegy, azt majd kiszedem onnan szépen videón kívül, és sorsoláshoz gondoltam használni, hiszen egészen jó, ott a kapcsoknak hála összepatta, tehát úgymond magától nem fog ez szétesni, és akkor lehet majd sorsolni valóságosan is a csapatokat. Természetesen a nyereményjátékban több százan jelentkeztek, de csapatokból nincsen sok, na majd kitaláljuk, érdekes lehet. Úgyhogy hagyjuk itt a gömböt, ez elég zsír, nézzük a limitedeket, a szemét nem kell lesz, Messi, így az elején, majd utána egy Mascarel, Omar Mascarel, sálke, játékosa, hm, rakjuk ide a gömnek, neki támasztjuk. Kosicki, Debrecennek a kapusa, ott a magyar, de szép, nagyon jól néz ki. Jön a sákés mellé, már ha megmaradnak, és akkor itt vannak a bontatlan csomagok, 6 darab, így 6 darab, úgyhogy teljesen király. Nem ilyen vonalkódos, de ettől függetlenül elég jó lehetnek benne. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük is meg őket. Mit dob nekünk ez a gömb alakú fémdoboz? Reméljük, hogy a panini jó tömte meg, és jön valami rér, vagy hasonló. Harry Maguire, majd utána Vinicius Junior, egy kupa, oly de komoly strandfocinak a kupája de szép. És utána pedig ez egy triólap. Van még csillogós, nem? Ez a kettő. Pedig már egy piké, és egy Daniel James. Úgyhogy végül is kettő különlegeset dobott ez a pak nekünk. Nem volt rossz. Nézzük a következőt. Torgen Hazard. Ott valami logó is lesz a végén. Ez pedig egy Trippier. Tiago nagyon szép ez a kártya. Time Machine, imádom. Ajax logó. nem volt meg, nagyon szuper. Müller, Bayern Münchenből és Diego Godin. Tehát kettő darab különleges, abban az egyik star típusú, másik fans, teljesen meg Bár remélem lesz olyan pak, amiben három csillogós lesz, mert be tudja adni egyébként. Volt már rá példa, nem egyszer. Ellison, ez pedig egy Kérer, de jól néz ki ez a titán típusú lap. Majd után Leroy Zené, International Star. És ott van a három csillogós, beadta fans favorite, már Csak könyörög, nem kér, kellett, és be is adta a panini. Emrecsán, és Cristiano Ronaldo is tiszteletét teszi. Nem gyenge, Messi Ronaldo, mindenki itt van tényleg, illetve a három csillogós is. Pakokat pakkokat félre, akkor majd tudjunk ide még kitenni pár kártyát. Kamako. Akkor kapusa. Ja, nem kapusa, ez csak egy sima középályás. Luis Felipe, Wonder Kid. Ó, de szép, Mexikó 86-os. World Cup History VB kártya plakát. Nagyon állat. Marcelo Fans Favorite. Majd utána egy Álvarez és egy Luka Modric úgyhogy ebben most kettő különlegeset kaptunk, de egyáltalán nem volt rossz pak. Nézzük, még kettő van hátra. Tony Cross, majd utána Noyer, jönnek itt a nagyjátékosok. Ó, ez pedig egy különleges International Star, Kabak, és egy Atlético logó, Club Badge, kettő darab volt ebbe is, ahogy látom. A csillogós, kár érte, Korea és egy Röniger. Nem voltak rosszak. Nézzük az utcsó pakkot, örülnék, ha beadná azt a bizonyos háromcsillogósos szisztémát, de majd meglátjuk. Ansu Fati Vanderkit kártya, majd utána egy Davo, Korintiász, Diego Costa Dominator típusú lap, nagyon szép csillogó effekte, Manchester Unitedes Power Trio kártya, ez se gyenge, majd utána Juan Mata, és egy Martin, Henry Martin, tehát ezek voltak ebbe az utcsó egyszer sikerült beadnia azt a három csillogóst, egyáltalán nem rossz, a kise fér igazából, de azért jöhetett volna ennél erősebb csomag is, viszont a három limited, egy debrecenes, az teljesen korrekt, én a fénygömbnek nagyon örülök, hiszen hasznos lesz majd itt a csatornán, játszogatni, bontogatni, szórakozni vele, sorsolni, úgyhogy jó lesz, majd kialakul. Remélem, hogy tetszett nektek ez a videó, és jók lettek a kártyák szerintetek is. Írjátok meg kommentben, hogy ti milyen magyar limitedet kaptatok, ha nyitottatok ilyen fémgömböt. Köszönöm, hogy itt voltatok, iratkozzatok fel, nem tettétek volna még meg, és nézzetek rá az Instára, meg a Facebookra is, ott a link a leírásban. Sziasztok!